Tisztelettel szeretettel köszöntök mindenkit az egynapos zen beszédén. Mondjuk kell az Om Nám mantrát hétszer. köszönöm szépen. Az instant korszakot éljük. Ide jössz egy napra, és szeretnél zent tanulmányozni. Ez olyan, mint amikor megiszod a kávét így az acsiból, forró vízzel gyorsan felöntve, a forró víz a sietség, a hatékonyság vágy, és hogy másra is jusson időd. Sőt, a mai nap olyan, mint kettő az egyben, mert azért köszöntöm a Békés Harcosok Egyesületét, illetve azokat is, akik az egynapos zenre jöttek, de a kettő az egyben nagyon érdekes, mert valójában nem tudsz zent tanulni. Amit taníthatnék, az csak a módszer, de nem a cél. Ami kell neked, az már megvan, nem tudom neked megadni. Amivel viszont összetéveszted, azt nem látod. Ezt láthatnom kell. A zen sokkal inkább arról szól, hogy mi nem az igazi természeted, és hogyha ezt elkezded egy kicsit kigyomlálni magadból, akkor közelebb jutsz a célhoz. Van egy régi mondás. Mielőtt elkezdtem zent gyakorolni, a hegyek hegyek voltak, az ég kék volt, és a folyók lefelé folytak. Miközben zent gyakoroltam, az ég megszűnt kéknek lenni, a folyók megszűntek lefelé folyni. És amikor végre a célba jutottam, az ég ismét kék, a folyók ismét lefelé folynak. Ez a tudatnak az az állapota, amikor végre ebbe a pillanatba visszaér. Amikor a dualitások harca megszűnik, és beáll az a tiszta, tükörszerű, térszerű állapot, amelyben már az egyszerű nem valaminek az elvesztése. inkább valaminek a letisztulásáról van szó. Tehát most egy olyan csomagot bontunk föl, kettő az egyben, beleteszed a mai nap poharába, amely, hogyha inspirál, akkor eljössz a kávé termőhelyére, meglátod, hogy milyen kávécserjéből nőtt ki az, amit porítva kapsz, és hogyha magadban ez a kávécserje kihajt, akkor szellemileg önálló leszel. A zen nem valami pótszert ad neked, hogy végre elhidd és megnyugodj. A zen az eredetre, a gyökeredre, az alfa és az omega találkozására mutat rá. És ekkor teremtővé válsz a magad emberi mi voltában. Emberként válsz teremtővé, és nem másként. És megszűnsz a teremtéshez úgy ragaszkodni, hogy vagy élvezed, vagy pedig gyűlölöd, vagy panaszkodsz, vagy pedig lelkesülsz. Tehát állandóan fennálló duális viszony az állandó harc belül. Csak egyszer látnánk a maga ilyenségében, ahogy tegnap előtt hallhattad, az égnek nincs problémája a földdel, az esőnek nincs problémája a napfényjel. A haszonnövénynek, amit mi annak látunk, nincs problémája a gyomnövénye, nekünk van. És ebben az ilyenségben jól látszik az ok és okozat törvénye. Nagyon gyakran panaszkodunk, hogy nem azt a kávét kaptuk a poharunkba, amit kértük. Nem rúg akkorát, vagy túl híg, vagy túl hideg, vagy nincs benne elég tej. És így viszonyulunk az élethez is, meg a másik emberhez, a társunkhoz, a családtagunkhoz pedig valójában a mi változásunkon, a saját belső változásunkon keresztül lehetséges bármi. Bármi, aminek minősége, értéke van. Na ezt a változást segíti elő a zen, ezért van szerepe a hagyománynak, ezért nem haladhatsz az úton a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármassága nélkül. A legnagyobbaknak is volt tanítója, a legnagyobbak is elsajátítottak tanítást, akár úgy, hogy megújították, akár úgy, hogy valami teljesen más paradigmát dolgoztak ki a tanultak és elsajátítottak alapján. És végezetül a legnagyobbak is csoportban gyakoroltak, néha egyedül, de utána csoportban fejtették ki a tanítást is. Ez evidensnek látszik, ahogy hallod, de nem evidens, ahogy törekszel. Néha azt gondolod, hogy egyedül könnyebb, vagy a csoport talán megtart, ha éppen nem visszahúz, vagy lögdös előre. Azt gondolod, hogy esetleg apától vagy anyától többet tanulhattál volna, vagy jobb családba születhettél volna. És mindez illúzió. Tehát nézd meg, hogy miért születtél abba a családba, ahová. Abba a társadalomba, ahol most éppen mindannyian Magyarul beszélünk. És akkor látod azt a karmát, amelyben, ha nincs elég hajtóerő, akkor tényleg valamit nem vettél észre. Mit tudsz elérni egy nap alatt? Nagyon sokat. A zennek a lényege egyetlen pillanat alatt kifejezhető, egyetlen gesztussal. Ha ezt a hangot tisztán hallottad, visszatértél a gondolkodás elé. De csak egyetlen pillanatra, amíg azt hallottad, hogy tak! utána a gondolkodásod ismét beindult, utána az elméd a szokása hidat dobja a felszínre. Hogy ez a pillanat tartós legyen, nagyon sokat kell dolgozni. Elérni a felébredést relatíve könnyű ahhoz képest, hogy milyen nehéz megtartani és folyamatossá tenni, hogy a lelked legnagyobb hány is se zavarják meg hogy a külvilág legkeményebb impulzusai, legyen az pozitív vagy negatív számodra, ezek se törjék össze a tükrödet. Hogy a legnagyobb csalódásból is fel tudj kelni, és a legnagyobb öröm se szennyezzen be. Ezért kell a gyakorlat. Nem azért, mert valami különlegeset kapsz a végén, ilyen kis jutifali zencsomagolásban, úgyi. Nagyon sokan szeretnék ezt, főleg itt nyugaton, a kis zen jutifali. És akkor megszűnök ugatni. Jutifalit kaptam. Vagy pedig vedd el tőlem azt a terhet, amit viszek ez a másik. Megszülettél? Igen. Testet vettél föl? Igen. Van lelked? Igen. Akkor csináld. Csináld. Saját akaratod nélkül nem születsz meg. Tehát tessék előbb bányászni az akaratodat, és a kérdése ez az, hogy mi a dolgom. Valójában miért vagyok itt ezen a földön. Hogy ezt jól csináljam, önmagamra kell ébredni, oly mértékben tudom jól csinálni, amennyiben önmagamra ébredtem. Akkor van meg az az eredetiségem, amely az integritásom alapja. Akkor nem leszek hűtlen önmagamhoz, és előbb-utóbb máshoz sem. Úgyhogy ezen rendkívül egyszerű, csak ezt a pillanatot kell megtartani 24 órán keresztül naponta. Ülve, állva, járva, fekve álomban, ébrenlétben, beszédben és csendben, folyamatosan, megállás nélkül mi ez? És ez a kérdés először szóbeli, és hallod, hogy hogy kell vele meditálni, hogy hogyan szinkronizáld a légzéseddel, a testtartással. De egy idő után a kérdés szótalanná válik. A szóbeliség visszaolvad a csendbe, a mantra visszaolvad a térbe. És már szóbeliség nélkül, kimondott belső frázis nélkül van meg az a mozdulat, hogy és nem kell mondani hozzá, hogy egyenesen előre. A tudat már érti a dolgát. Már megszokta, hogy a nyitottság, szilárdság, látás állapotában legyen. Mint hogyha ebbe a pohárba te töltenél vizet, és azt tanítanád a víznek, hogy hogyan legyen ő pohár alakú. És egy napon lehúzod róla a poharat, és a víz itt marad pohár alakban, mert tudja, hogy ő neki az kell. Hogy az éberség nem duális egységtapasztalat, a tisztánlátás, a helyes helyzetfelismerés, kapcsolat és cselekvés, ez kell. De ezek a minőségek egy ideig formához kötöttek, és senki nem mondja, hogy forma nélkül meg tudja tanulni. Nem tudjuk megtanulni az elején, ezért van jelentősége a három legértékesebbnek. Nem szégyen ilyen kis partvisnyéllel a nyereg mögött megtanulni biciklizni, amit apukát tartott és ment veled, vagy pedig segédkerekeket rakott a hátsó kerék jobb és bal oldalára, hogy ne essél el. És amikor már megtudtad, hogy mi az egyensúly, és megtartottad, akkor levesszük a segédkerekeket. Édes apám nyugodjon békében, egy örökhajtós kis biciklinek a nyerge mögé tette be az aktuális seprűnyelet, seprű nélkül, és hogy szépen fogta, és én hajtottam boldogan, öt évesen, és egyszer csak hátrányzik, és apám sehol. De már nem tudott mellettem jönni, olyan gyorsan mentem a kis örökhajtós gyerek biciklivel, és szerencsére nem este, már csak meglepődtem, hogy hú, hát akkor nincs ott. És akkor mondta, fordulj meg, gyere vissza. És megfordultam, és így emlékszem, hogy kicsit elvörösödtem, zavarba jöttem, és már egyedül kell elindítanom, utána letettem a lábamat, és megfordultam, és most megint bicikliznem kell, de már apám nincs mögöttem. Tehát ne legyünk tanítófüggőek a zennél, de azért amíg van tanítód, jó, hogyha meghallod, hogy mit mond ne függj a tanítástól, de nézd meg, hogy miért tanulsz, miért gyakorolsz. Hová megy az benned? A régi templomi szabályainkban benne van sok-sok költemény és tanítás pajcsang zenmestertől. És az idevágó rész jutott most eszembe, hogy ha tehén issza meg a vizet, a vízből tej lesz. Ha kígyó issza meg a vizet, abból méreg lesz. Mivé válik benned a zentiszta vize? A teljesen transzparens és üres tanítás, az unalmas, az eseménytelen tanítás, ami nincs mit fogni, mert eredetileg nem név és nem forma. Amit megpróbálsz mindig nyakon csípni, de téged csíp nyakon. A látszólag elsajátíthatatlan, de mégis tapasztalható. Amit belül érzel egy idő után, hogy ott van, de nem tudod, hogy hol. És pont ez a nem tudható az, amire egy idő után támaszkodni tudsz, mint tapasztalás, mint élmény, mint minőség. Ezért az önvaló sosem tudható, csak tapasztalható. Nem önthető formában, de mégis minden formában ott van. És ha ezt éled, akkor az élet varázslatosan egyszerű és tiszta lesz. Az addigi komplexitások, amelyek széttéptek, hirtelen elkezdenek valami egyszerűbbet szolgálni a karmád, amíg addig húzott jobbra-balra, hirtelen szolgál valamit, ami nem te vagy, ami rajtad túl van, ami mondjuk a párod, a családod, a néped. És ezt nem lehet illúzióvesztés nélkül átélni és gyakorolni. Az illúzióvesztés nem önfeláldozás. Egyébként sem vagy azonos az illúziókkal, nincs mit feláldozni. A hamis önképed sosem voltál te, Ezért az elengedése emberi kötelesség, nem csak lehetőség. Az, hogy kihozd magadból a legjobbat, az egy teljesen kategórikus imperatívus, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon-nagyon szenvedésteli világot teremtünk magunknak és egymásnak egyaránt. Nincs abszolút értékű jó és rossz ebben a nem kettősségre alapozódó útban. De helyi jó és rossz az van. Relatív, teremtett jó és rossz az van. Tudjuk, mi a szenvedés, és előbb-utóbb tudjuk azt is, hogy mi a boldogság. Tudjuk, milyen a diszharmónia, és tudjuk, hogy milyen a harmónia. Érezzük. Tehát a relatív, helyi, teremtett jóra és rosszra arra viszont érdemes ránézni. Tőlünk független, abszolút értékű, más által teremtett jó és rossz az nincs. Nem panaszkodhatunk főfelé, lefelé vagy oldalt. Mi vagyunk a saját életünknek az urai, ha elfoglaljuk a teremtő pozíciót, és ezáltal felelősséget vállalunk a karmánkért. Mert egyébként csak panaszkodni fogunk, követelőzni fogunk, mutogatni fogunk. És valahol csetlünk botlunk az úton, ahol egyébként haladhatnánk, csak meg kéne látni a lábunkat, amivel lépünk. És akkor haladnánk akkor megszűnnének a rejtélyes balesetek, a bal szerencséka, nekem nem sikerült, és nem tudom mi a baj. Nem gyengülnénk el akkor, amikor erősnek kéne lenni, és tudnánk gyöngédek lenni akkor, amikor nem kell az erő. És mindez rajtunk múlik. Bennünk minden megvan, ami ehhez kell. Úgyhogy ha ennek az elérésében segíthetek, akkor válaszolnék a kérdéseitekre. Álomban hogyan tartom meg a mi ez kérdést? Nem erre gondoltál? De hát akkor már tudod a választ. Ébren vagy? Igen. Bizonyítsd be. És meg? Arany színű a Oké. Okay. Ez az ébrenlét álomban hogy tartod meg a mi kérdést? Ragaszkodsz a válaszhoz, nem jó. Jaj, azt hitte, hogy elmegy szárazon veled, de mégse. Még egyszer megkérdezlek. Álomban hogy tartod meg a mi kérdést? És még? Nem tudom. Használta nem tudhatót. Most segítek, mert megérdemled. Aranyszínű a butha. egyébként is. Köszönöm. Szívesen. Mindig is egész életemben úgy igyekeztem cselekedni, illetve a döntéseimet általában úgy hoztam meg, hogy úgy igyekeztem magamban nézni, és hogy ami úgy megnyugtatja a lelkemet. De aztán most, hogy így erről beszéltünk, illetve beszéltél erről a jóról és rosszról, hogy attól még, hogy az én lelkemet ez megnyugtatja, az nem biztos, hogy jó vagy rossz, hogy akkor ez egy rossz elgondolás volt az én elképzelésemben, hogy így hozom Fordítsuk meg a döntéseimet? Vissza, hogyha a lélek megnyugvása lenne a megoldás, akkor a nyugtatóipar lenne a buddhizmus hajtóereje. Legnagyobb nyugati buddhiszatvánk az azért nagyon fontos tanítást közölt, hogyha belül látod, hogy mit jelent, és nem csak az intellektussal, hogy nem békét hoztam nektek, hanem belső harcot. Elkezdesz vívódni, mert látod a saját dualitásaidat. Egy, kettő, azt is látod, hogy az életet nem lehet konfliktusok nélkül élni. A kérdés az, hogy tudatosan vállalod-e, vagy csak beledobod magadat, és így a másikat is. Ha jól csinálod, akkor több harmónia és boldogság van, mint amennyi konfliktus, békétlenség, zavar, harc és egyebek. Uh -huh. De a kettő nincs meg egymás nélkül. És néha tudatosan vállalni kell, hogy ellentétbe kerülünk. Hogy nem fogunk egyet érteni. Hogy mást akarunk. Hogy mást hiszünk. Hogy mások vagyunk. Így a személyiség szintjén. Ezt csak úgy tudjuk elviselni, és egymást így életben hagyni, uram, bocsát, tisztelni, vagy segíteni, hogyha van egy olyan egységélményünk, amely az ellentéteken túlmutat. Ezért van óriási jelentősége ennek. Ez túl van nyugalmon és nyugtalanságon, konfliktuson vagy harmónián. Hát amikor te bejössz egy zen akkor szemben ülsz, vagy pedig így lelkileg szemben állsz. Te vagy a tanítvány, veled szemben ül a tanító. Nem vagyunk egyenlőek, csak az emberi természetünk ugyanaz. És az, hogy mi történik az interjú szobában, az nagy részt mutatja, hogy mi történik veled kint az életben. Csak az interjú szobában vegy tisztán. Úgy, hogy a hibák javíthatóak. Odakint, bonyolultan, elképesztő forgatakban, és a hibákat néha évekig javítod. Úgyhogy a karma látása az első, és onnan, ha jól látod, akkor dönthetsz, hogy most harmóniát teremtesz, vagy diszharmóniát. Mert mind a kettőre szükség van egy adott pillanatban, hogy a felébredés útján járhassunk, és segítsünk másokat. Tehát néha keményen rá kell szólni arra, aki hibázik, és néha pedig teljesen csendben kell hagyni azt, aki jól csinálja. amikor meg kell dicsérni azt, aki jól csinálja, és a hibát figyelmen kívül hagyni, hát ha a nélkül is észreveszi és javítja. Tehát ez teljesen világos, hogy egy konfliktus helyzetet az egyik esetben fölvállaltál, a másik esetben nem szándékosan. Mert amit látsz, az túl van ezen. Úgyhogy mindig lásd meg, hogy a következő lépés, vagy urambocság kettő, vagy három lépés merre vezet. Hogyan tudod megtenni? Milyen irányban haladunk? Az értékesebb, amit mondok, vagy az a csend, amit megtörök? Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? mit jelent az, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet? Ez egy rossz fordítás. Ugyanis ekkor az ego szumnál, az egónkkal azonosítjuk ezt, és ez a nácizmus képzőnek az első éve pótvizsga sikerült. Ugye? Igazi önvalód az út, annak tapasztalata az igazság és működése az élet, ahogy ezt én zen szemmel látom, és innen kimerem jelenteni. Én november óta küzdök a mi ez kérdéssel. Csak november óta? Jaj, de jó neked te. Igen? Felteszem magamban a kérdést, hogy mi ez, és nem tudom, hogy várakozok egy válaszra, vagy nem is tudom, egyszerűen nem jön utána még egyszer, hogy mi Szerencséd ez. Szerencséd van. És uh, utána elkezdődik egy mantra, amit folytatok, tehát így mondom magamban, és így megnyugvást találok a mantrába. Tehát így én nekem az úgy jobban megy, beszélt, hát, hogy jobban tudok így a meditációra figyelni a mantrára. Teljesen jól csinálod. Az a szerencsét, hogy nem jön válasz erre a kérdésre, mert különben a bejövő válaszokat kéne eldobni. Minden, ami megjelenik és eltűnik, az nem te vagy, az a karmád. Ami nem jelenik meg és nem tűnik el, az vagy úgy eredetileg te. Csak ezt nem hisszük el. Amikor ez tapasztalattá válik, és abban a tapasztalatban meg tudsz nyugodni, akkor már nem válik unalmas se az a téres, csendes, tükörszerű, nem magyarázható jelenlét. Tehát akkor ne aggódjak. Ne aggódjál. És az aggodalom miatt jön a mantra. Meg az unalom miatt jön a mantra, hogy Úristen, legyen már valami. Ha nem bírom ezt a semmit. Pedig a semmi már nem semmi, mert kimondtad azt, hogy semmi, ugyanis a semmi nem mondhatja azt, hogy semmi. Mi cimackó. Emlékszel? Átment Nyuszihoz, mi történt? Megoldotta az összes egzisztenciális problémát, Kerkegortól szátrég, mindenki. Mi cimackó két párbeszédében, amit Nyuszival folytatott, mindenben benne van. Tessék megkeresni. Segédfogalom, vasárnap, almárium, tej és méz. Megtalálod. Köszönöm szépen. Szívesen. Mikor Sung zemmester találkozik a Svámival, a jogival. A jogi vendégül látja, vendégül hívja, és ő, igazából nem értik meg egymást, úgy látom, és mint hogyha mind a kettő ragaszkodnának a saját úgymond filozófiájukhoz. Van benne még egy dilemma, hogy, a, hogy az átlag ember, például a piacon, az hogy fogja megérteni a, a, tanítónak a zen válaszait. Nincs átlag ember, te vagy. Te hogy fogod megérteni a zent? Gyakorlatilag a zent nem érteni kell, hanem a saját gondolkodásod, relativitását kell belátni. Nincs mit érteni azon, hogy az ég kék és a fű zöld. De ha ez megvan, akkor azt is látod, hogy mit gondolsz az égről. Az már te vagy, az nem az ég. Az ég nem mondja, hogy kék. Te mondod, hogy kék. Minden, ami tulajdonság, ami attribútum, ami úgy látszik, hogy az ott benne van, az valójában itt benned van. Az, hogy Szungszánzen mester a Szvámival hogyan és miképp értekezett, az egy nagyon magas szintű találkozás. Mind a ketten mondták a magukét, de valójában Szungszánzenyém tudati terében benne volt a Szvámi az összes bölcsességével együtt. A Szvámi megpróbálta megérteni azt, amit nem lehet megérteni. Ebből volt a látszólagos félreértés. mester a gondolkodást is, és a nem gondolkodást is a legmagasabb szinten művelte. A szvámi a gondolkodást. És kész. Én azt gondoltam, hogy ők mind a ketten beérkezettek, és akkor... Beérkezettek? És akkor így, így van? Szépen elücsörögnek például, és akkor minden... Nem. <laughs> Ugyanis volt közönség. Ha ők ketten vannak valahol, a bóthifa alatt, és gyöngéden iszák a kávét, vagy a teát, biztos, hogy nem szólnak így. Ott, ott volt a szanga, tanítani kellett, és ami kiderült az az, hogy a saját járművükön, a saját üzemanyagukkal érkeztek be a célba. És kész. Tehát semmiféle módszertani közösség nem volt. És ez nem baj. A közönség ezt megismerte. Nekünk, mint tanítványoknak, illetve a zenmestereknek is meddig tart ez a keret, amikor zenül beszélnek, <laughs> zenválaszokat adnak? Szeretnéd, hogy vége legyen, hogy kereten kívül is legyen? Nem valami? csak, hogy a, ugye itt is ugye nem mindenki értette. Bár De nem most... is fogja. Nem az a cél, hogy értse. Az a cél, hogy rájöjjön valamire. És akkor az nem baj, ha mondjuk nem ezeken a válaszokon keresztül jön rá, hanem mondjuk egy másik. Vagy az lenne a, a legnagyobb válasz, baj, hogyha ezen a válaszon keresztül jönne rá valami másra. A zen nem copy-paste alkalmazás. Nézd meg a koanokat, horrorisztikus történetek. Tehát tele vannak hibával, paradoxal, érthetetlenséggel, elfogadhatatlansággal, beleolvasol a könyv és nem érted, hogy erre hogy lehet szellemi irányzatot alapítani. Ez őrület. És mégis innen olyan magas szintű tudatok kerültek ki, látszólag megmagyarázhatatlan módon, hogy ez érthetetlen. Nézz szembe az érthetetlennel, a megmagyarázhatatlannal, az elgondolhatatlannal, és hogyha mersz szembenézni, és nem gyártasz le jót és rosszat, akkor előbb-utóbb meglátod eredeti arcodat. Köszönöm. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy mi a különbség a középúta a nem minősítés és a közömbösség között? Óriási. A közömbösség az előbb-utóbb nihil. Nem érdekel, nem foglalkozom vele. Itt vérzik előttem, nem kötözöm be. Itt szenved, nem kérdezem meg, mi baja. Közömbös vagyok. A középút az az egyensúly. Valaki szenved, pont annyi gyógyszert adsz neki, hogy a szenvedése elmúljon. Nem adagolod túl, és nem adagolod alul. Egy jó kapcsolatban mindig tudod, mennyi beszédre, érzelemre, gondolatra és cselekedetre van szükség. Középút. Egyensúly és harmónia alakul ki. A közömbösség az a nihil kezdete, és nagyon-nagyon gyorsan terjed. A legkönnyebb egy ilyen terméketlen egókéreg alá bebújni, és azt mondani, hogy szar nem érdekel. Mindenki azt csinál, amit akar. Mert akkor én is azt csinálok a kis kérgem alatt, amit akarok. És sokkal erősebb indulatok vannak e mögött, mert egyszerűen nem mer kijönni a közömbösségéből. Miért? Mert akkor érezne. Akkor szenvedne, akkor lehetne boldog akkor egy másik ember is fontos lenne, talán fontosabb, mint ő, mert nem vagyok közömbös iránta. Úgyhogy nagyon nagy a különbség. Köszönöm. Szívesen. Nekem az lenne a kérdésem, hogy pár hónapja történt velem valami, egy ilyen traumatikus eset, és elkezdtem meditálni, illetve már előtte is meditáltam, de nem a zen típusú meditációt, hanem ilyen vizualizációs meditációkat, és Elkezdtek rémálmaim lenni, illetve nagyon öm, rossz gondolataim, illetve nagyon rossz érzéseim is, tehát a dű, a harag, minden félelmem így feltört tulajdonképpen, és igazából ezekkel a dolgokkal küzdök így magamban nap mint nap, és nem tudom, hogy mi legyen erre a megoldás. Vagy, hogy Honnan jött a trauma? Vége lett egy nagyon hosszú párkapcsolatomnak. Honnan keletkezett a párkapcsolat? honnan keletkezett. Hát a gimiből. <laughs> nem tudom, nem értem a kérdést. Másképp teszem fel. Hogy keletkezik egy párkapcsolat? Te hogy érezted, hogyan indult az, ami aztán olyan szomorúan véget ért? Honnan jött? Hát... Öm... Még mindig nem értem, őszintén. Oda kell visszavinni, ahonnan jött. Amit csináltál, az olyan volt, mint amikor benzinnel szeretnél tüzet oltani. Uh -huh. A gondolatokra még gondolatokat pakoltál, az érzelmekre még érzelmeket pakoltál, elindultak a rémámok, a tudat legyöngült, és nem tudta kezelni azt, ami elől elfutott. És ami elől elfutottál, az elkezdett üldözni, és utána az áldozatává váltál a saját karmádnak. És ezt meg lehet szüntetni. Hogy hallhattad, igazi önvalód az alfa és az omega. Ebben a pillanatban van a kezdet és a vég. Vissza lehet vinni a karmát a keletkezési helyére, megköszönni, visszaadni és leválasztódni róla. Ehhez viszont szembe kell vele nézni, nem futhatsz el előle. És hogyha visszaértél a kezdőpontba, onnan tudod, hogy ott vagy, hogy akár fel is újítanád, de nem akarod. Már a lelki erőd olyan, hogy nem a pozitív vagy negatív tapasztalatok befolyásolnak, hanem önmagad vagy az események közepette. És akkor döntesz, hogy megtisztítod magad tőle. És nem termeled újra. Ha nem, ha alacsonyabb energiaszinten vagy, akkor a tudat nem elég tiszta, és magával viszi a korábbi mintázatokat egy következő kapcsolatba, ahol ugyanolyan pusztítóan fognak érvényesülni, mint abban, amely Gajra ment. Nem csak az a feladat, hogy te megtisztulj és ezt a traumát magad mögött hagyd. Az a feladat, hogy ne termeld újra. Ez viszont neked kell változnod, és megnézni, hogy ebben az egészben mi volt a te részed. Akármennyire is közös a kapcsolat, mi az, amit te mondtál, tettél, gondoltál, éreztél. És azt másképp, a saját hibát megbánni a másét megbocsátani. A kettő együtt az, ami ezt az egészet oldani tudja. Csak egyik, vagy csak másik, biztos nem. Tehát nincs olyan, hogy fekete-fehéren csak ő a hibás, te pedig nem. Mert részt vettél benne, mert engedted, mert kiszolgáltad, mert te akkor az voltál, aki, és el lehetett veled szembe követni azt. Tehát az elkövető és áldozat az bizony egymást teremti. Ha megszűnsz teremteni magadat, mint elkövetőt vagy áldozatot, akkor a másik sem tudja ezt megtenni. Dammapada, Budha alaptanítása. Ha van ez, van az is. Ha ez nincs, akkor az sincs. Tehát egy ilyen dolognak tűnik, és az is. Tehát a magad részét tisztítsd meg, vidd vissza a keletkezési helyre a lélekben, miért érzed, hogy ott van. De milyen lélektartalom teremti azt a kapcsolatot? Milyen érzelmek, milyen gondolatok, milyen tettek, milyen szavak? Nézd meg, hogy hogyan változtathatsz ezen. Csak szó itt, hogy először magadon kell változtatni a saját önképeden, világképeden, emberképeden ahhoz, hogy lényeges változás legyen, és ne hetedízziglen ismételjük az, amely a családban biztos, hogy hasonló módon megtörtént nővérkével, anyukával, nagyanyóval, apai ág, harmad, negyed, ötöd, öt, hatod és heted ízig len. Hát nem kéne ismételni. Jó? Jó. Köszönöm. Szívesen. Egyébként így praktikusabban rengeteg mantra praxis és leborulás, és akkor ki is tudod söpörni magadból mindazt, amit mondtam. Egyébként csak meghallottad, de nem csináltál semmit. Jó? Jó. Egyéb kérdés? Említetted, hogy az egy gyakorlás előtt a hegy az hegy, az ég kék, a fű zöld, és utána ez nem így lesz, és majd újra így lesz. És uh, amikor kéknek látjuk az eget és zöldnek a, a füvet, az azt kilátja, vagy az valós, vagy a tudatom is játszhat velem, hogy az kék. és Ervin, ezt a kérdést ki teszi fel? Ervin. Mi mondja azt, hogy Ervin? Angolul mondhatná azt, hogy Irvin? Yes. A tudatom. Mi a tudat? És még ragaszkodsz az egyhez. Ekkor elveszíted a szemedet, a füledet, az orrodat, a testedet, mindent elveszítesz. Ha ragaszkodsz az egyhez, a semmibe zuhansz. Ha használod az egyet, minden a tiéd. Mert tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán cselekszel, gondolkodsz és érzel. Tehát még egy lépés kell. A második ütés már hiba. Hogyan válaszolnál? Már gondolkodok. Na ezért nem ütlek meg 30 szor, mert erre rájöttél. Akkor most már nincs dolgom. Köszönöm. De neked van. Egyéb kérdés? hogy tudom megkülönböztetni azt, hogy mondjuk meditáció közben, hogyha felteszek egy kérdést, az intuícióból jön válasz, vagy az elmém kreál rá egy választ? A gondolkodás olyan, mint amikor mondjuk éjszaka látsz az autópályán ilyen kocsisort. Előtted így a piros lámpák, szembe a fehér lámpák. Gondolatok, érzelmek így, hú, 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 így egymás után. És ezek lehetnek kellemes, kellemetlen, jó, rossz, okos, buta, nagyon sokféle gondolat, sokféle színű autó, sokféle beállítással ott mendegél. Egyik így megáll a benzinkútnál, elkezd tölteni, meglátod a vezető arcát, és azért, szia, rég láttalak, ez gondolkodás. Ott vagy a Duna közepén, egy kicsike szigeten, egy nyári éjszakán. És nézed, nézed, a sötét égboltozatot, és valami gyönyörű gondolat nélküli teljesség eltölt. csak akkor hirtelen egy hullócsillag. Na, az az intuíció. Tehát az elmének semmi köze hozzá. Semmi. De a gondolat artikulálja, az érzelem érzi, a beszéd kimondja, a cselekedet megteszi. Az intuíció az önvalónk közvetlen megnyilatkozása. Nincs előzetes gondolkodás, utána meg már minek? Itt nyugaton a katarzis visz hozzá közel, keleten a felébredés. A katarzis által megszabadulunk a karmánktól, az önképünktől egy darab ideig, de hogyha nem gyakorlunk és nem válunk szellemileg önállóvá, nem tudjuk megtartani az állapotot, mert a hamis azonosulásainkkal újra beszennyezzük magunkat. Keleten a felébredés volt az, ami a hamis önképektől megszabadít, a felébredés gyakorlása, az útonjárás az, ami ezt megtartja, és így az intuíció működését stabilizálja és mindennapivá teszi. Az intuíció nem kettősségből jön. Minden más csak karma, tehát duális. Akár harmonikus, akár diszharmonikus. Sokféleképpen el lehet jutni az intuitív tudatig. Sokan azt hiszik, hogy a személyiséget károsítani kell ahhoz, hogy az ego kéreg leomoljon, és ez nem így van. Az igaz, hogy szenvedés által jutunk el az útkapujához, és a felébredés nincs áldozatvállalás nélkül. Amikor túl vagy rajta, akkor látod, hogy csak azt kellett föladni, ami egyébként sem te vagy. Ezt az előbb már említettem. Visszanézve már mindegy, hogy a kapu hogy nyílt ki. De a mögötte lévő tér sokkal fontosabb, mint az, hogy hogy jutottál át a kapun. Egy hagyomány arról ismerszik föl, hogy az elérése, a megtartása és a továbbadás ennek a megnevezhetetlennek ugyanazzal az eszközrendszerrel működik. Ezek egymásra épülnek, bár a három fázisban nem működnek ugyanúgy, de ugyanaz az eszközrendszer. Ugyanúgy, leborulás, mantra, ülés, interjúk, stb., de mint tanítvány, tanító, nem ugyanúgy használod. Az úton való haladás fázisaihoz mérten használod valahogy? De az eszközrendszer ugyanaz. 60-as, 70-es években, amikor a hippi mozgalom és a New Age úgy tényleg ötösbe kapcsolt, itt nyugaton nagyon sok kísérlet volt arra, hogy elérjék ezt kicsit könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban, mint a hagyományos sok évig vagy évtizedig tartó utak. És katasztrófák lettek belőle nem darmabalesetek, balesetek, hanem teljes karmikus fejreállás. És nagyon nehéz utána javítani. Nagyon nehéz utána összeszedni magadat, hogyha teljes sebességgel neki mentél a falnak, és darabokra tört a járműved, azért maradtál életben, mert valahol a természetesség légzsákjai kinyíltak, és megfogtak azelőtt, hogy teljesen agyonzúztad volna magad valami mesterséges, életidegen gondolkodásmód vagy módszer miatt. Úgyhogy az intuíció, az a nem kettősség, vagy az igazi önvaló közvetlen megnyilvánulása, és azért olyan sok munka a megszerzése, megtartása és működtetése, mert a megnyilvánulásában nem különbözik a karmától. Ugyanúgy gondolatként tudod artikulálni ezt a isteni szikrát, mint az állandó könyvszagú gondolkodás, csak másképp működik. Ugyanúgy érzelmileg jön az a megnevezhetetlen, mint hogyha állandóan kavírnyáltam volna a saját kis szennyvizemet, és akkor abból száll föl valami, érzelem, érzelem, de a forrása más. A spontaneitás nem impulzív türelmetlenség. Az impulzív türelmetlenség az egy kis marsikus karmátból jön. De a hirtelen spontán intuíció az a megnevezhetetlenből jön, és sokkal jobban működik, mint a marsikus, kicsit harcos, türelmetlen, majd én oda szúrok, majd én oda mondom, Karma. Oké? Okay? Tehát ezért például ezeket a zen aranyköpéseket itt nyugaton az arroganciával cserélték össze. És nagyon sokan ilyen elképesztően okosak lettek, és dolgoztak a könyvekből, és én elviselhetetlen fráterek lettek belőlük. Mert nem látták azt, hogy mondjuk ez keleten akkor hogy működött? Hát úgy működött, hogy tíz év szutra, még tíz év gyakorlás, és akkor egy mozdulat így beteljesítette az egészet. Olvasd el Gucci zenmester történetét, fantasztikus. Kicsit véres, mert újakat vágnak le benne, de nagyon-nagyon jó történet, tehát ez színpadon is előfordul, ugye? Gucci zenmester szutra mester volt, és ékes szólóan, mint aranyszájú Szent János, tanította a szútrákat. És egyszer egy templomkertben, a délutáni előadás előtt ott hűsölt, és megjelent egy Silce Sunyim nevű bikuni, aki ilyen csörgős, hosszú zen sétabottal elkezdte körbejárni őt. Hát itt azért elég sok szabályt megszegette ezzel a bikuni. Egyrészt hivatlanul odament, másrészt zajt keltett, harmadrészt megszólalt. Ez ott nem volt szokás. Ha kérdeznek, akkor mint ugye megszólalhat, de addig nem. És akkor Gucci felordított, mert már nagyon-nagyon sok óta, és tesz, hogy mi csinálsz, miért, miért csöröksz azzal a bottal? Mert azt mondta a hogy nekem nem a buddha szavaik kellenek, nekem nem a szútrák szavai kellenek, nekem a te szavaid kellenek. Mi a te beszéded? És akkor összeomlott Gucci, mert nem találta saját magát ebben az egészben. Csak a szútráknak az ismételgetését elképesztően okosan, jó indulattal, kicsi gyakorlattal fűszerezve, és akkor elgondolkodott, hogy mi a saját szavam. És nem találta. És ahogy ez ilyenkor az EN történetekben lenni szokott, bezárta a templomot, minden tanítványt elküldött, megtartott egy pár embert, akik egyébként is már régóta ott voltak, és bevonult a szobájába száz napra. És csak ez a kérdés ment benne, hogy. Mi az igazi beszédem? Ez csak, kb. a századik nap környéken így kopogása templom kapuján, és megjelenik egy idősebb szerzetes, és azt mondja, Gucci mestert keresem. A mester nem fogad senkit, nagyon keményen gyakorol. Ezt én megértem, de ő azért gyakorol olyan keményen, mert az én tanítványom kérdezett tőle valamit. Szeretnék beszélni a mesterrel. És akkor beruhan a szolgálat, itt van egy idősebb szerzetes, és azt mondja, hogy a tanítványával beszéltél száz nappal ezelőtt. Azt mondta Gucsi, na őt behívhatod. És akkor Csollyong, ez volt a neve, azt mondta a Gucci mestert, hogy mélységesen elnézést kérek, mert a tanítványom rossz kérdést tett föl. Erre azt mondja Gucci, nem, nem, a tanítványa nagyon jó kérdést tett föl, azon meditálok száz napig. És mi az eredmény? Hát az a baj, hogy még nincs eredmény, és hogyha segíteni egy picikét, akkor én ezt megköszönném. Na, hogyan segítsek? kérdezte Csoljong gucci -t. Hát én feltennék egy kérdést. Nosza, nekem nem a te beszédet kell, nem a buddha kell, nekem nem a szútrák beszédekkel, nekem az igazi önvalód megnyilatkozása kell. Erre Csoljong is felemelte az ujját. Kudzsi meglátta, css, elérte a felébredést. És innentől kezdve bármit kérdeztek tőle, mi a zen, mi a lényeg, mi a felébredés, csak föltartotta az ujját. És volt egy szolgálója, aki ezt nagyon sokáig nézte. Éveken keresztül az összes darabbeszéden ott volt, leporolta a szószéket, hozta a vizet, beállította a mikrofont, és csak ezt látta, hogy a nagymester az összes lényeges kérdésre felemelte az ujját. Egyszer vendégek jöttek Gucci távol létében, és a mestert keresték, a szolgáló elmondta nekik, hogy hát sajnos a mester távol van, nagyon-nagyon sopánkodtak, hogy jaj, micsoda bal szerencsé, jaj, milyen rossz karmán van. Minős szerencsétlenség, hogy nem találkozhatunk a nagymesterrel, pedig lényegi kérdéseket tennénk ám föl neki. És a szolgáló azt mondja, hogy semmi baj, én már nagyon régóta szolgálom a mestert, nyugodtan tegyék föl nekem a kérdésüket, én majd megválaszolom. Tényleg? Nagyon régóta van már a mestermelet? Igen. Sok éve. És meg tudja válaszolni? Meg. És akkor a vendég azt mondja, hát akkor hadd tegyen fel a kérdést, na várjon, várjon, várjon. Szolgáló beöltözik, felmegy a szószékre, kicsit meditál. Mi a kérdés? Hogyan érjük el igazi önvalunkat? Kérdezi a vendég. Erre a szolgáló a mély meditatív állapotból hirtelen felmutatja az ujját. A vendég meglepődik, leke mélyre hatol a tanítás, leborul hálásan és távozik. A te hegyről lefelé menet találkozik Gucci valaki fölfelé ment visszafelé a templomba, felismerik, hogy tényleg ő a nagymester, megköszönik, hogy ilyen jó tanítványai vannak, mert végül is megkapták a lényegi tanítást a mester távol létében. És a mester mondja, tényleg? Hát mi lett volna az? Erre a vendég boldogan felmutatja az ujját, és Gucci tudja, hogy nagyon nagy baj van. Nagyon nagy baj van, mert a bűvészínas, ugye, fölment a színpadra. Felér a templomba, szolgáló. Igen, mester. Voltak itt vendégek? Igen. Tanítottad őket? Uh, igen. Mit tanítottál nekik? Abban a pillanatban Gucci elővette a fogadalmi kését, és a szolgáló úgy így, így levágta egy mozdulattal. A szolgáló is üvöltött a fájdalmában, rohant ki a szobából, és utána mennydörgésszerűen oda kiáltott Gucci. Szolgáló! Megfordult, és akkor Gucci felmutatta az ujját. Na, akkor a szolgáló elérte a felébredést. Van egy ilyen kuanunk Gucci zenmester, és az egy új, a felmutatott új zenje. Ezt néha felszoktam tenni kérdésként. Van rá jó válasz. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Ahhoz, hogy az intuíció jól működjön, vagy minél jobban működjön valamiben, gyakorlatilag az egót kell levetközni, vagy hozzá kell megküzdeni, vagy a külső körülmények befolyásolják azt, hogy mennyire tudunk tisztán letni, és mennyire hallgatunk a belső megérzésekre, és nem pedig a vezetett gondolatmenetet követjük. Fabuthák nem jutnak át a tűzön, sárbuthák nem jutnak át a vízen, fénybuthák nem jutnak át az olvasztó kemencén. Ha az ego ruha lenne, nem lehetne levetni. Eredetileg nincs. Ha ezt belátod, akkor szűnik meg az ego képzet. Egy egy boldog, gyönyörű pillanatban belátod, hogy az eredetileg nincs. És te hozod létre. Az ego az egy létrehozott hozzáállás, nem fix karma, és végképp nem abszolút ekkor tudsz megszabadulni a szenvedéstől és megszabadítani másokat. Különben minden fixa ideádat elhiszed. Tehát a gondolkodás előtti állapot az az éntelen állapot. Oda kell visszajutni. És akkor a személyiség egészséges lesz, és a fal helyett utad lesz. Ugyanaz a nyersanyag, kő. Csak nem falat építesz belőle, hanem utat. Ezért, ha látsz egy buthát, öld meg. Ha látsz egy énséget, le. Ha látsz utat, menj rajta. Köszönöm. Szívesen. Ezen a hétvégén tapasztaltam a, az énekeket, hogy milyen nagyszerű hatásuk van a korai énekeknek. Szóval pár próbálom járni a joga útját, ami viszont Indiából származó dolog. Viszont ezt mind azért teszem, mert keresem önmagam, én pedig ide születtem magyarnak, amire büszke is vagyok. Hogy tegyem ezt helyre magamban, hogy ne tűnjön egy ilyen piaci bazárnak? Menjél vissza Buda királyhoz. Ha ős-magyar gyökerek kellenek, ott van ő. De igazi önvalónknak nincs karmája, nem kellnek gyökerek hozzá, de ezáltal elkezdhetsz helyesen magyarnak lenni, és a társadalomba helyesen tartozni, hogy észreveszed azt, hogy mi a dolgod, és meg is teszed. Nagyon sokféle úton járt ez a nép az elmúlt 1500 évben. Megjártuk mi egész Közép-Ázsiát, Római Birodalmat, Északot, Delet, Keletet, Nyugatot. Itt szépen kikötöttünk. És itt kell valahogy megtudnunk, hogy kik vagyunk, és mi a dolgunk teljesen mindegy, hogy import termékkel dolgozol, vagy hazai termékkel, mindenképp a magadévá kell tenned, magadon át kell szűrnöd, és ez az átszűrés a magadévá tétel fogja megmutatni, hogy te valójában ki vagy. A joga tükrében az előfeszítés által a mindennapos gyakorlását a kiderül, hogy te ki vagy. A zennél ugyanez. Tehát nézd meg azt, hogy az idevezető több száz, esetleg több ezer éves út során hányféle identitással találkoztunk. Mi mindent adtunk és vettünk. Hányféle vallás, szellemi praxis és világnézet ment át rajtunk, és mi is azokon. Tehát ha jogázol, ha csinálod, ugyanaz indiai eredet az tagadhatatlan, de abból magyar jóga lesz. Ez a zen, ez egy importtermék. dél koreai címke van rajta, mint több más márkán, amivel telefonálsz, mosol, vezetsz, nézed, képernyős, stb. És lesz belőle magyar zen. Az elmélyedés, amely ezt a népet fogja gazdagítani jobb minőséggel, helyesebb látással. És ilyenkor már az eredette, ugyan elismerjük, megköszönjük és tisztelettel fordulunk a szellemi ősatják felé, de már másodlagos. Már az a fontos, hogy itt mi csinálunk vele, és hogyan ültetjük át a gyakorlatba, és ez mind rajtunk múlik. Tehát mennyire leszünk, világos, letisztult, együttérző, bölcsebb, önzetlenebb emberek a szellemi gyakorlat által. Ez a kérdés, mert nem kulturális múzeumot nyitottunk. Nem koreai, indiai vagy egyéb ilyen kis spiri ovit nyitottunk. Ugye? hanem valamit, amivel felnőtté lehet válni szellemileg, amely az autonómiánkat el tudjuk érni, és ezáltal jobban tudunk együttműködni magunkon belül is, és országon kívül is. Úgyhogy tedd, és a cselekvés által, a tapasztalat által le fog ez tisztulni, és meg fog mutatkozni, ezt a gondolkodás által nem éred el. A gondolat csak arra jó itt, hogy a tapasztalatot artikulálja. De nem fog végső megoldást hozni. Amikor te szellemi minőséget tudsz tapasztalni és továbbadni, akkor a hagyomány elnyerte a célját. Egyébként nem. Egyébként csak körbe-körbe forgunk. Ászana, pranayama, jáma, niáma, Pratyahára, Dárana. Hol van a gyána és a szamádi? És a szamádi után mi van? Ugyanaz, zenben. Első szintű kóan, második, harmadik, tíz kapu, tizenkettő, tizennégy. Mi változott? Mi változott azáltal, hogy átmentél ennyi kapun? Mi változott azáltal, hogy megtanultál hatalmas ászanas sorokat? Változtál? Ha igen, milyen Egyet, irányban? Eget. Milyen lett a Norbi 2.0? Itt tényleg igaz, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa, és érdekes módon, hogyha visszajutsz a fa gyökeréhez, akkor megkapod a gyümölcsét. Köszönöm szépen. Szívesen. Szülő-gyermek kapcsolatba szükséges-e, vagy kell-e azzal foglalkoznom, hogy megkülönböztessem, hogy mi a, az én karmám, és hogy mi az övé? Bizony. A szeretet terében együttérzéssel és bölcsességgel tudod ezt úgy tenni, hogy világosan válik a te dolgod és a szülő dolga, a te utad és a szülő útja. Én vagyok a szülő. Most. Úgy meg különösen. Mert hagyni kell a gyereket, sőt, segíteni kell a gyereket az önállósodásban, hogy Úristen ne az én mintáimat ismételje, hanem ébredjen föl önmagára. Én csak hogy azt nem akarom, mert én bele tudok abba a csapdába esni. Nyilván itt azért vagyok itt, hogy más példát mutassak. Nem, nem azért vagyok. Azért vagy itt, hogy fölnevelt. A gyerek nem tud mást, mint eleint a szülőket másolni. Nézd meg, nem csak hogy másolni, meg akar felelni. Mindent megtesz azért, hogy apunak és anyunak megfeleljen. Magyarul ismétel. Utána 7 és 12 éves korak között elkezd valami mocorogni, és akkor már, már nem ismétel, akkor előbb-utóbb lázad. És néha teljesen esetlenül bután infantilis módon lázad, mert nem tud jobbat és akkor el kell kezdeni önállósítani, hogy lásson a saját szemével, halljon a saját fülével, érezzen a saját lelkével, gondolkodjon a saját eszével. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, különösen itt, Magyarországon, ahol nagyon nagy társadalmi elmaradások vannak ilyen szinten. Nézd meg a családi problémákat. Nézd meg a Mama Hotelben lévő 35-45 éves férfiakat. Nézd meg az egyedül maradó nőket, az egyedül két-három gyereket nevelő mamákat. Azért van itt munkám. És ez az önállóság, ez nem tanítható csak doktrínával, filozófiával, azt mondom, még pedagógiával sem. Ez a felébredéssel és a felébresztéssel tanítható. De itt van egy axióma, csak olyan mértékben taníthatod a gyerekedet a felébredés útjára, amilyen mértékben te azt elérted. Ezért kell a belső gyakorlat, és itt meg fogod látni, hogy a gyerek milyen karmát hozott ide. A legfájdalmasabb, de néha a leggyönyörűbb tapasztalat rájönni arra, hogy a gyereked miért született hozzád, miért téged választott, te pedig miért őt fogadtad, és nem pedig a szomszéd gyerekét. Oké? Okay? Nézd meg! És akkor a minták szétválasztása úgy, hogy nem megy szét a család, az megtörténhet. A szeretet és együttérzés terében a megkülönböztető bölcsesség helyesen működik. Meg kell látni, útjára kell engedni, és hogyha ezt úgy teszed, hogy megfelelő értékeket és minőséget adsz neki, hálával visszajön. Rájön, hogy soha olyan szeretetet nem fog kapni a világban, mint a szüleita. A párkapcsolat más, teljesen más típusú szerencsére. És innentől kezdve, ha jól csinálod, hálás lesz, mert jó irányban oldottad meg a konfliktusokat. Jól használtad föl a béke és boldogság időszakát. De ha nem, akkor elszakad, elrongyol, félkészen, dacból, düböl, kivagyiságból, makacságból, azt a karmát ugye félkészen tovább viszi, és esetleg húsvét karácsony születésnap is többet nem akar látni. Sokféleképpen lehet. A gyakorlással le tudom tenni a bűntudatot is? Le. De egyetlen egy módon. Mered, és akarod látni az ok és okozat tényleges működését. A látás keményebb, mint a bűntudat. A bűntudatot esmertlen könnyű magadra húzni, mert elbújsz alatta. Egyszer majd csak feloldoz valaki. Aztán meg jól újra termelem, hogy feloldozhassanak még egyszer, mert az olyan jó. Nem bűntudat kell, látás kell. Az felnőttét sokkal keményebb, de van eredmény. Azt érdemes. Mert végre látod, hogy te hogy működsz, a másik ember hogy működik, a világ hogy működik, és ebben a működésben, ebben a darmában bízhatsz. Ez a törvény. Az a törvény, amely véleményfüggetlen, írásfüggetlen, mert itt van, és ott van, és mindenben megnyilatkozik. Ezt kéne tapasztalnunk, ekkor leszünk tényleg őszinték. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha magamon sokat dolgozok, akkor tisztában fogom látni, hogy hogy bánjak a fiaimmal? Igen. Köszönöm szépen. Szívesen. Az igazi problémában már korábban segítettél. Ezt nagyon köszönöm. Így már csak, már csak az alvás maradt. Az alvás az nem rossz és nem jó. Az embereknél csak az a probléma, hogy azt hiszik, hogy ébren vannak, közben alszanak. Azt hiszik, hogy látnak a szemükkel, különben csak a gondolataikat látják azt hiszik, hogy látják a másikat, de valójában csak a projekcióikat vetítik ki a másik emberre. Nem azzal van a baj, ha alszunk, és nem álmodunk semmit. Azzal van a baj, ha az álmainkat vetítjük a másikra, és közben azt hiszük, hogy ébren vagyunk. A kérdésem az volna, hogy általában különböző csoportokba, vagy közösségekbe önszántunkból kerülünk be, vagy önszántunkból kerülnek be emberek. Én nem. Nem? Nem. <gül> Általában. <gül> és hogy ott vannak különböző előírások, rendek, szokások, és hogyha valaki ezeket nem tartja be, és önszántából került mondjuk egy olyan helyre, akár munkai közösségbe, velük mit lehet tenni, vagy mi a teendő, vagy mikor kell vele tenni valamit is? A renitensekről és lázadókról beszélsz? Esetleg renitens és lázadó, vagy még nem tartott tehát ezt nem tudom, hogy megfogalmazom, hogy minek nevezünk, de a felé irányul egy idő után, vagy nem akar a közösség része lenni, és esetleg, vagy ott... Ezért mondom, nem szabad akaratunkból kerülünk sok-sok közösségbe és helyre. Egy alkufolyamat része. Tehát senki nem akar egy hatágyas kórteremben az ottani beteg közösség tagja lenni. El kell viselni, a szagát, a nyögését, a horkolását, a belőle folyó váladékokat, mert egyébként a doki nem tud meggyógyítani, mert nem kerülsz be a kórházba. Sorolhatnám. Te mindenkit szeretsz az emhetesen, amikor mész rajta? Nem hinném. De mégis járművel vagy gyalog, az úton társak vagyunk, tehát ha valaki nem látja, hogy mi a dolga abban a közösségben, akkor mindig lázadni fog, is lesz, mert rázza a rácsot, ahelyett, hogy kinyitne az ajtót. Meg kéne látni, hogy miért vagyunk ott, nem fogsz te ott mindenkit szeretni, meg nem fog mindenki szeretni téged, de ha nem végzed el a dolgodat, nem tudsz beilleszkedni. Ha nem találod meg a célodat, állandóan szét akarod ütni a rendszert. És akkor úgy megkérdezik, hogy na, akkor most te idegyüttél, miért vagy itt? Jó tudni, csak akkor kiderül, hogy valami hajmeresztő tévképzet van. És ha ezt a tévképzetet helyre teszed, akkor esélyes, hogy az attitűd is megváltozik. De ha nem, akkor a Belső célképzet és a külső közösségi deklarált célképzet állandóan ütközik. És akkor baj van. Úgy tudod segíteni az ilyen embert, hogy ráébreszted arra, hogy miért van azon a helyen. Valójában miért van ott. És akkor megy. Tehát van, amikor a tevékenységért elviseled a társaságot, és van, amikor a társaságért végrehajtasz egy tevékenységet. Valahol meg kell kötni a kompromisszumot, különben mindig egyedül lesz, mindig lázadni fog a semmi ellen, mindig a saját magadságát, rebellis és egyéb mi voltát fogja élni, és utána elveszíti azt, amit a legjobban szeretne, a boldogságot. Köszönöm. Szívesen. Úgy érzem, sokat dolgozok magamon. Miért nem változnak meg a gyerekeim? Mert ők nem dolgoznak magukon. De. Annyit nem, mint te szeretnéd. Akkor ez elvárás? Igen. Az, hogy másfél éve ül a gép előtt, mert online világ lettünk. Az nem jó és nem rossz. Mit csinál? Hát reggeltől késő délutánig tanul, utána meg játszik hajnalig. És ez megy másfél éve. Ez miért baj? Igen, én is ezt kérdezem. De úgy érzem, hogy. Nem nagy az az, baj. az ember lesz, akinek lennie kéne, szerinted? Úgy érzem, rengeteg értéket veszít. És ő úgy érzi, hogy rengeteg értéket veszít? Nem. nem. Akkor meg kell kérdezni, hogy valójában mit akar. Lehet, hogy nem is vagyunk tisztában az alternatívákkal, hogy a képernyőfüggés helyett van valami más, amivel tölthetnénk az időnket. Vagy valaki más, akivel tölthetnénk az időnket. Tehát felvállalni mostanában egy ilyen kis odabújós emberi kapcsolatot, hogy minden este egy-másfél órát beszélgetünk egymással, az ritka. Mindig valamilyen képernyőben vagy tevékenységben elveszünk, hogy úgy együtt vagyunk, de hogy elbújunk a másik elől, mert kényelmetlen. Tehát milyen érdekes, hogy az emberek szeretetre, boldogságra, intimitásra vágynak, de közben nem tudják a másik ember közelségét elviselni. Ez milyen? Nem egy hétre, hónapra, egy évre, sokáig. Tehát micsoda gyakorlat az, amikor a kis szokásoknak a recés, fűrészlapjait elkezdjük egymáshoz dörzsölni, és elkezdjük mondjuk alkalmazkodni egymáshoz. Csak azért, hogy elviseljük egymást, és az a gyönyörű érzelem, vagy gyönyörű idea, hogy mondjuk boldogság, meg szeretet, meg harmónia, az ténylegesen megtartható legyen. Elképesztő munka. Na most ugyanez az élet célra. Te kivé válsz a tevékenység által. Vannak, akik 25 évig ülnek egy képernyő előtt, de mégis azok, akik és egészséges életet élnek. Ez ritka. Valamitől mindig fogunk függeni. Itt mindenki oxigén függő. Mindenki ételfüggő, italfüggő, szeretet függő, társfüggő. Mindenki. Az, hogy milyen mértékben, az már a te dolgod. Tehát nem ellenőrizzük a másikat, még akkor se ha gyerekünk, hanem megkérdezzük, hogy tudod, hogy mit csinálsz. És hogyha nem tudja, akkor azt mondja, akkor most csak három órát leszel a képernyő előtt, és nem öt, és a másik két órában pedig elmegyünk sétálni. Nem is inkább magamra gondolok, hanem hogy ő és az ő korosztálya közötti szakadék egyre nagyobb. És nem a, tehát az, hogy interneten keresztül beszélgetnek, vagy virtuálisan, ez csodálatos, csak épp a találkozás nem történik. Meg. Ezt a mostani időszakban nem róhatjuk föl senkinek. Olyan világot élünk most, a szabályzók elképesztően kemények, hogy miért azt tudjuk, de pont ebben az időszakban gondold el, hogyha lekapcsolnák a hálózatot. Tehát emberhalál lenne a következő 10 percben. Kőkemény. Tehát most mutatkozik meg az, hogy mennyire online függőek vagyunk, senkitől nem lehet most elvitatni, de ha van egy analóg alternatíva ott helyben, mondjuk család, pár, gyerek, kutya, kiskert, meg hasonlók, akkor az egyensúlyt meg kell tartani. Muszáj. Körben nagyon elbillenünk digitális irányba. De ez viszont a viselkedésen megmutatkozik. Már a jelenlétem megmutatkozik. Nem tud egyenesen rátnézni, mert a nullák és egyek itt áramlanak a kis retinájába benne. Nincs jelenlét. Entrópia van. Csak a kicsikét egy megfogod a vállát, hogy hello, itt vagyok, látsz engem? Érted? Jó? Elég régen gyakorolsz, hasznád. használd. De aztán elég meglepve. Köszönöm. Utolsó két kérdés, ha van. A családi, és nevezzük hangulatnak, nevezzük. Ö, milyen, amikor vagy viszonyrendszer, amikor mondjuk csak én vagyok és a gyerekek, vagy csak apa és a gyerekek, és amikor mindenki ott van, aki a részvevője ennek a karmának, vagy rendszernek, és nagyon más az, az csak az én érzékelésem. Nagyon más, mint? Mihez amit képest? Az illúzióhoz képest. Oh, kimondtad illúziók le, akkor a valóság megjelenik. Az nem más, az az. Ahhoz képest más, mint amit akarsz, amitől félsz, amit tattatta, rattatta, de ez, hogyha tényleg érzékeled mindenkinek a tudatát, mindenki benne van a teredben, nem zársz ki senkit és semmit, akkor az az. Pont az. És ez az együttérzés alapja. Az együttérzés nem egy ilyen érzelmi pozitúra, amiben állandóan szétszagatom a szívcsakrámat, az együttérzés az ott indul, hogy egyé vállás, letisztulás. És akkor a te tükrödben a másik lelke tükröződik. És hogyha mozdulatlan, tiszta a tudat, akkor hibátlanul tükröződik. Mindaddig, amíg bele nem mozdul, vagy helytelenül nem reagál. Amikor a tükrödben, a lélek terében, a tudatosságban mindenki részt vehet, mert nincs senki kizárva, akkor van a családban egység. Ez az odatartozás joga. Megmásíthatatlan. El lehet hanyagolni, lehet ellene lázadni, de egy felszabadult család sokkal rosszabb, mint az a család, ami egybe van. Úgyhogy ezt kell tapasztalni ahhoz, hogy az együttérzés és bölcsesség helyesen működjön, hogy mindenki benne van egy térben. Nincsenek falak, nincs diszkrimináció, mindenki egymáshoz tartozik. És amennyire ez egyszerűnek tűnik, még egy családon belül, vérségi kapcsolatokon belül is iszonyú nehéz megtartani a saját duális véleményeink és ítéleteink alapján. Te jó vagy, te rossz vagy, szeretlek, nem szeretlek, sikeres vagy, semmire kellő vagy. Ezek borzasztóak. Ahelyett, hogy egymást látnánk, a karmát tükröznénk, éreznénk, amit a másik érez, uram, bocsánat, gondolnánk, amit a másik gondol, és ezáltal segíthetnénk. Mert ez csak úgy működik, hogy látod, hogy mi a te karmád, és mi a másik karmája. De az előbb elmondottak nélkül ez lehetetlen. És ezért kell gyakorolni. És az nem álom, hogy egy családban előbb-utóbb mindenki fordítsa az energiáját befelé, teljesen mindegy, hogy hívod. Hogy milyen pozitúrában történik ez itt testileg. De ha nem fordítom befelé az energiámat és a figyelmemet, nem fogok rálátni magamra soha, és mindig aputól, meg anyutól, meg a tesóktól várom a tutit, és egy pillanatban hálás vagyok, másik pillanatban panaszkodom. Megkaptam, nem kaptam, de közben magamat nem láttam. Egy centit sem. Ezért kell a gyakorlat. Tehát, hogyha megkérdezed, mi a meditáció, az a magad karmájának a látása az egyetemes tiszta tudat tükrében. Minden más technika. Tehát csak a nem tudható tapasztalatával tudsz előre jutni, mert akkor nem ragaszkodsz a karmához, amely tudható, érzékelhető. És ez családi szinten, hogyha elkezdik művelni nagy bátorsággal, akkor valami eszméletlen jótétemény jön ki belőle, mert végre úgy látjuk egymást, ahogy vagyunk. Végre el tudjuk fogadni, hogy egymáshoz születtünk, és Uram, bocsánat, meg is látjuk, hogy miért. És így tudjuk egymást segíteni előbb-utóbb. A családon belüli törvény és a családon kívüli törvény, amennyiben és ahogy különbözik, az az öncsalás mértéke és az egókéreg vastagsága. És előbb-utóbb a világ Miért? Mert te lépsz ki az életbe, a gyerekeit kilépnek az életbe. És megtanulják azt, hogy anyu meg apu tanítása mit ér, a neveltetés sem mit ér. Mivé formált engem anyu és apu és a tesók meg a rokonok, és akkor az életben rám hogy reagálnak, ki lettem én? Azok szemében, akik nem a rokonaim, akik nem a családom, de mégis látnak, tapasztalnak engem. És itt derül ki, hogy anyuapu mit tanított, és te mit sajátítottál el. Hogyan szűrted, hogyan értetted, mit vettél magadra, mit nyomtál el. Ide kapcsolódik, hogy honnan tudom eldönteni azt, hogy a saját gyerekemnél vannak mondjuk olyan szituációk, hogy látom, hogy fejjel megy a falnak, és akár mondjuk egy ilyen online függőség, de lehet kapcsolatba, hogy mondjuk egy rossz társaság elviszi, hogy mi ez a pont, amikor nekem be kell avatkoznom, és mi az, amikor végig kell néznem, hogy ő fejjel megy a falnak, mert pont azáltal veszítem el, hogy eltiltom valamitől, valakitől, vagy próbálom a helyes irányba terelni, de látom, hogy nem az a helyes irány. Fejts meg nekem egy kohant. Hogy lehet online fejjel a falnak menni? Magával a függőség tényével. Tehát akkor nevezzük nevén a gyereket, függővé válik, tehát képernyőfüggés lesz, és elveszít ezáltal mit? Mondd meg. Emberi kapcsolatokat, élményeket. Az a kérdés, hogy számára mi a fontosabb? A képernyő, tehát a virtuális, vagy az emberi analóg közvetlen, a reális. És ezt egy gyerek nagyon gyakran nem éri fölésszel, mert ugye egy kicsit ismerem a helyzetet, és azt kell mondanom mindenkinek, hogy a külön élő szülők között elvész a gyerek. Tehát olyan norma rendszerbeli különbségek alakulhatnak ki, annyira a szülő meg akarja nyerni a gyerek tetszését, egyetértését, szeretetét a másik szülő rovására, hogy itt elképesztő problémák alakulhatnak ki. És akkor magadra kell vállalni a felelősséget, hogy felteszed a kérdést a gyereknek, hogy mi a fontosabb a képernyő, vagy egy másik ember. Akárhány éves. És hogyha azt mondja, hogy a képernyő, akkor amikor szomjas, akkor a képernyőre teszel egy pohár vizet. És megkérdezed, meg tudod inni? Éhes, a képernyőn kivetítesz egy tálételt, meg tudod enni? Hiányzom, itt a kép, meg tudod ölelni? Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttetek a figyeltetek és hallgattatok, akkor ez a megfelelő helyre ment oda bent. Remélem, hogy mindenkit inspirált annyi gyakorlásra, hogy egy lépéssel kiebb akarsz jönni a szenvedésből, és másokat is megszabadítani. Köszönöm a figyelmet.